És négyes sorszáma. Én csak közben megfulladok. Én is elkemmel. Kurosicegyi Funtime. Olyan száz, hogy a levegő. Phoenix címmel következik. Kurosicegyi csak. Kurosicegyi. 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 Fogadjátok őket hatalmas tapstornádóval. Mit csinálhatnék? Valami baj van, uram? Bárcsak eljönne hozzá maga a boldogság. Igen, a drága vörös menyen, aki néjjelen és nappalon át járék pozesz. Ez a románc más, mint a többi. Érzem, hogy szikrázik köztünk a levegő, és tudom, hogy ez sosem múló szerelem. Ez szórakoztatónak ígérkezik. Milyen jó kedvű már ez a kisasszony! Mondja, Oszkár. Ó, nagyon is. Úgy örülök, hogy végül is ilyen is el tudod jönni. De te viszont nem tűnsz valami feldobottnak. Tessék, a változás sosem árt. Kawaii! Szeretségesen nézel ki! Mondja, Oszkár. Hé, ne neves ki! Ó, ez nem igaz. Nagyon is aranyosan áll. Ó. Hát, köszönöm. Egyébként hol van a gróf? Kérdezi Oszkár. Zsanon! Sebastian, tölts nekem teát. Yes, my lord. Bocsán? Mi az? Ez mégis mire volt jó? Nézze, milyen csodálatos teremtmény. A tapancsai puhák, a szemei csillognak, mint a drágokat. Szőre olyan, mint a kas és a far. Elég ebből. Mondd, van a földön bármi más, ami a macskákon kívül leköt téged? Természetesen igen. De az nem nyilvános információ, sajnálatos úr. Nincs titok előttem. Nos, ahogy már említettem, nem nyilvános, de idősebbek, főleg férfiak számára gyakori elfoglaltság. Pontosabban? Egy szóval, Yaoi! Ez mégis mit keres itt? Sebastian! Igenis. Az égiek úgy tűnik meghallgatták legfőbb vágyamat. Elhozták nekem a drága vörös megye angyali füvérét. Hallogát hozzá azzal, hogy itt vagy angyali vörös megy. Szálltuk a Rifu Senpai, látod miatt majdnem lekéstük a hajót. Lemaradtunk valamiről? Sebastian! Aha, és ilyenkor hatatlan ráadásul. Néha még kettesen bírunk kezelni Spear-szentpályjal. Ahhoz képest elég jól tűröd. Nem elég, hogy közbeavatkozol, még idegesítőnek is tartasz? Ne húzd el magad, szempály! De nehogy már egy 13 éves kis törpe parancsolgasson nekem. Szálltuk a Rifu szempály, nyugodj meg kérlek. Kicsit csiszolhatnám a dronongrán. Mellesebb, ő már az enyém. Szívével és lelkével együtt. Olyan kegyetlen vagy, Sebastian. Legalább adj egy esélyt nekünk. Síjjelünk. Mi az, Lizzy? Baj van. Nagyon nagy baj. Süllyed a hajó. Mi? Nem. Nem hallhatok meg smink nélkül. Senpai, most van ennél nagyobb bajunk is. A hajó. Emberek! Meg van amúgy, hogy hogyan menekülhetünk meg! Mondja, Oszkár. Ez egy csodálatos kaland kezdete. A királynőtől kaptunk egy levelet, hogy a hajótörést egy merényletelteli robbanás okozta. És hogy az egyetlen módja, hogy kimenekítsen minket, az az,
hogy nem mutattok nekünk egy pózt, szórakoztatás gyanánt? Jól van, akkor háromra csináljuk. Egy, kettő, három! Felix!